Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a Dózsa-György téren jelenleg, és innen fog indulni majd az Ikarusz fotózás, és egy busz már itt van. Olyan 7 óra 20 környékén van most. Ez itt egy csökés. Eddig még csak ő van itt, de előbb-utóbb érkezik a többi is. Azt az utas tájékoztatás lőtt. Az IP cím. Ja. Ez az, konvoj meg, jön. Gyerünk. Na, most szórakozz a fókusszal. Mind a hasz együtt. Ami tavaly nem sikerült idén. Idén először, most megállt. Ez így csak a közelebbről felhozatalt. Ott van a harmonika ajtós is, a falos. Az a legjobb a falos. 6 darab Ikarusz. Balról jobbra Ikarusz 250-es, 2 darab Ikarusz 250-es. Az egyik a BKV-je, a másik a Malévi Ikarusz 250-es. A harmadik az Ikarusz 396-os. Ja nem, a harmadik az is... Nem az. A harmadik az 350-es. Ja igen, a harmadik az 350-es. 350-es. A Malévos 350-es. A negyedik az ugye a Malévos 280-as. A harmonika ajtós. Az ötödik az a BKV-s Malévos 396-os. És ott a háttérben. A háttérben megy egy villamos, igen, itt a hátul. És ugye a jó öreg faros Ikarusz is itt van. Na szóval ez a 6 Ikarusz fog elindulni 9 órakor az aeroportban. Sikerült befoglalni a falos Ikaruszt, ezért itt ülök rajta, és mindjárt indulunk. Gyors helyzetjelentés. Szerintem ezután mi megyünk ki.
Ja. Ez lesz a probléma, hogy kötelezünk itt egész nap. Ugyan. Reggel nem áll be így ez a híd. Ó, hogy menj már onnan azzal a postalicska járműveddel. Spoileres csótány BMW. Hogy miért nem most vettél el, mentél el indexet venni bele? Mikor rájössz, hogy azért extrakőt még meg lehet rendelni, ha nem is tartozik. Jó, hogy kétszer megy körbe, mert így nem az tudom, hogy is tudom. Kipfogok, majd megint kicserélem rajta. Köszönöm szépen!
Ikarus 55-ös busz. Az eredeti Malé-Faros autóbuszokat 1960-ban gyártották. Egyetlen egy kilobájt sem maradt belőlük. Ez a jármű konkrétan 1969-ben készült az NDK számára, és a BKV Zrt. Nemrégiben a Krímkeszkettől mentette vissza. Egyébként a busz már ebben az évben is többször bemutatkozott a légi közlekedés kulturális központ rendezvényein, többek közt a legendás I2-es repülőgép séta repüléseihez kapcsolódva. És közben megérkeztünk az Aeroparkba, már benn vagyunk. Aeroparkba, és most érkezik be a Bukovai többi része. Mi igen. Volt a leggyorsabb, hát, olyan, igen, a Faros ért be először, és azon voltunk rajta, úgyhogy az ment. Megnézem itt a repülőket, közben jön a többi is. Gyerekkorom legnagyobb álma valósult meg ezzel. Egyébként itt vagyok, egy kicsit fúj a szél, de most már legalább a nap kisütött, most már nem.
most már legalább nem fogyok oda a fényképezőhöz. Igen, annyira nem, mert süt a nap végig. De hát már mindjárt megnézzük itt a hőmérőt. És kint van a tévé is. Kár, hogy nappal szembe, de jön. Megfordulok el, és akkor innen látom. Egyébként ott van közé. Van, aki egy picit komolyabb kamerával nyomja. Egy tévés rám is kín van. És itt jön a 2.8-as is. Az de. A harmadik ajtós. Megint benne leszek a tévében, hogy ezt lehagyják, mert a fotokamerával azt szembe álltam. Nem baj. Meg lesz. Na, nem tudom, hogy ez beáll oda. Befogadat alak, mi? Nem baj, az benne leszek a tévében, ha voltam benne, úgyis voltam benne a tévében is. Én is felvettem. Nem baj, az én is felvettem, ha már egyszer odaállt a busz elé. Nem baj, legalább. Így néz ki egy Tupoljevnak az utastere. Ez egy TU-134-es. Na, ez meg itt a pilóta fülke. De csak eddig lehet menni. Szerintem ez volt a fekete doboz. Szerintem az volt a fekete doboz. Hát az olyan. Igen, fekete doboz mindig narancssárga. Na, no, gyere, de fel, ja, itt meg a két izélet, jó? Női, ja, női, ja, női ja, meg a férfilet, jó, ja, meg az, ez a helye. Ez a slozi. Nem olyan WC van a vonatrepülőkben, mint a vonaton, hogy így nyitottan, így potyog ki fel. Nem, az a repülőkben mindig zártal tájos volt. Legalábbis ilyen repülőgépekkel, ami magasan megy, túlnyomás miatt nem is lehet benyitott. Hát amúgy meg a magasságomhoz, az viszont, tehát ez nem hozzám van. Csak hát ezek olyan 10 km magasan és örepülnek, ott már túlnyomás van. Ez, ja, meg itt vannak, hogy na. Ez már nem az én magasságom. A 134-esek, és az utolsót azt valahol itt van, ja igen, ott vagy. December 31-én. Igen, mert én már 21 évvel ezelőtt körülbelül ment. Úgy néz ki, hogy itt pont befér. 21 évvel ezelőtt ment az utcsó. Hát az utastér az ennyi. Ásossátok.
kínálatásod, itt is megvolt, hogyha valaki olyan szerencsés volt, hogy ablak mellé tudott ülni. Hát mondod a lehajtható ülések. Hát ez nem tudom. Ez volt a gázkard itt középen? Igen, ez már ilyen gázturbinás hajtunk, volt, nem ilyen dugattyús motor. Az ott a robotpilóta, ami mögöttem volt a kezénél. Az, nem, mögött, ja. Lejjebb. Az az egész. Az ja, egész itt. Opa. Az az egész egység. Két fekete gombot, ha megnyomták, akkor el lehet engedni a kormányt. Attól kezdve... Ja, onnan már repül magától. A stabilizált robotpilóta volt már, abban az időben pedig 62-ben gyártották, úgyhogy... Az igen. Tartott az irány meg a magasságot. Jó napot. Pedálból is van egy pár. Hát az a két, jó, igen, be van rögzítve minden, nem megy, hogy eltörő. De az van, hogy az a két alsó pedál, az oldalkormány pedál. Ha kitetszik nézni, de mindenkinek mondom azt, hogy ott oldalt, ha megnézi ott azt a piros-fehér-zöldet, látja ott a repcsét? Igen. Na, az a nagy lapát, látja, az a törés van, na az így mozogott a függes vezetés, így mozog jobbra-balra, na azzal a pedállal lehet mozogni, minden repülő így működik. Igen. A felső kis pedál, az a bal oldali, igen. A bal négy kereket fékezi, a jobb kicsi, meg a jobb négy kereket. Leszásra minden két pedál megnyit, akkor mind a nyolc kerék fékezett. Az igen. Hát mert ugye a magasságkormány azt, mikor meghúzták erre hátrafele, picit mozgás, egy picit, látja, együtt mozog a kettő. Igen, látja, igen. Mozog. Aha. De egész eddig el lehetett volna húzni igazából, de csak egy olyan 10 centit kellett rajta húzni. Akkor ezt ha elemelte az órát, akkor emelkedett. Amikor megtekert a jobbra-balra, akkor meg így dőlt a gép. Alul megnyomta a pedált, akkor meg így fordult. Tehát a három dimenzióban, a három kormányjal kellett kormányozni, minden repülő működik. Ezek hajtóművek? Az a hajtómű minden motornak külön persze. Hát a gázkar igaz. Így van. Így jut egy fedélzeti mérnök, ő volt a tempomat. Tényleg? Hát úgy, hogy ő... Hát úgy van, hát ő számította, gondolom, hogy... Ő ellenőrizte a motorokat, a hajtóműveket. A pilóta is mondták, hogy tartsa, mit tudom én, 600 km-es sebességet, vagy 720-at, akkor úgy tolta, hogy amit legyen a sebesség. Igen, az ikaduszos makettek. Tele ikaduszos makettok. Akad. De az éned az, hogy valahogy a repülő itt, mert a malévos repülő. Azért a buszok se semmik. Igen, de főleg a repülő. Távolabb ott még egyenruhák vannak. Azt is megmutatom azért, ha már is. Ez utasszállító repülő volt, tehát itt voltak az ülések, meg a kevések ezt kiszerelték, és berendezték ilyen múzeumnak, de... Ja, tök jó múzeumnak megcsináltak, nagyon szépen meg van csinálva. Egyenruhák, mindenféle jelvények. Vannak olyan. Ezek azok a tipikus hideg kaják, ezt adták, gondolom, a repülőtől. Itt is vannak ilyen fakert. Fapadosokon már nem adnak, csak hogyha kijesz. Tehát ez maga a hátsó kijárat. Ott a repülők nem egy helyen lehet kimenni, hanem legalább kettő elől-hátul van. De nyilván vészkijárat is, meg szokott itt lenni egy ilyen felfújható csúszda, és hogyha nem tudják a lépcsőt, akkor itt gyorsan ki kell menekülni, akkor felfújódik egy ilyen, hogy hívják azt pontosan, de lehet olyan, mint egy csúszda. Nézzünk, kell kellene csúszni. Én még sosem repültem, és valahogy nem is kívánok repülni, de majd lehet, hogy egyszer azért. Hát ezt az vészkiszállítás, azt én sem próbáltam ki, nem is szeretném, de... De én már repültem 200-zal. Na de Malével már egyikünk sem fog repülni. IL-18. Ilyen az IL-18. De az már biztos, hogy Malével már egyikünk sem fog repülni. Hát sajnos.
Első 254-es, az LC Aladár, az pedig itt látható, ő érkezett meg szinte pontosan 45 évvel ezelőtt, szeptember talán 5-én, és ez a gép is át lett festve az újabb zsótérféle festéssel, amit ugye most a buszokon láthattatok, viszont most nyár végén visszafestettük őt az eredeti színére. Ez a kis repülőgép, tipikus kis üzleti repülőgép, az Embraer gyárnak a gyártmánya. Egyébként, ha már Embraer gyár, ugye a két legfontosabb gyártó ma, manapság az Airbus és a Boeing gyár, ami mind a kettő ilyen kis gömböcként kifelkedik. Az Airbus az európai repülőgép, nagyobb repülőgépgyártókat kebelezte be magába, és ilyen konzorciumi formába ötvözte. A Boeing pedig gyakorlatilag az amerikai, az észak-amerikai és az Egyesült Államok pedig gyártmányoztatta. Az egyik ilyen bázi független gyártó az Embraer, a brazil repülőgép gyártó, amelyik ilyen 100 fő környékén és annál kisebb gépek piacán elég komoly piaccal bír, és most kezd egyébként betörni a 100 fő fölötti piacokra is, és természetesen a Boeingnek ez most még gyakorlatilag a Boeing résztulajdonosává vált ennek a cégnek. Most közelítünk az egyes terminál felé, és majd meglátjuk, igen, ott már felsorokoztak a buszok, úgyhogy valószínűleg oda fog menni, és fotózzuk a gépeket. Az lesz a kérésem, ugye mindegyikőtökön rajta van ez a gyönyörű szép közmunkás mellény. Hátul találhatók egyébként a seprők, meg a lapátok, úgyhogy mindenki szépen nekiállhat, és majd körbe lehet söpörni itt a futópályát. Nem hosszú, ez 3010 méter és 45 méter széles, tehát egy durván, hogyha gyorsan csináltak egy másolat, meg vagyunk vele. És a plöng egy kis elpolt, vagy? Kérem azt, hogy mindenki nagyon rajta a sárga mellé. Ott előtte, azt nézd. És beborult a cég, ez a legjobb. De azt figyeld most ott, és ott van a felnőknél egy luk. Ez a legjobb luk. Majd figyeld most, mikor elfordulunk ott a nagy őzés sötét fel, és ott van egy luk. Itt vagyunk a Ferihegy egyen, és itt vannak az ikaruszok.
Hogy csillog a dísztárcsa? Nem is olyan az ember, hogy jön a repülőspán, akkor mit tudom. Igen, de azért sikerült azt a képet elkapni, hogy a rajta volt négy Ikarusz, vagy három, meg a felszálló repülő a háttérben. Ez az is jó. Na, akkor meg én jönnek, nem? Ja. Na. Közben akkor most már átszálltam a harmadik ajtós 280-asra, régi bűvődülés esik a buszok. Rég utaztam már ilyennel. 2006-ban megcsinálták. Lelletőkeiket itt van a faros, de ezzel már mentünk ma. Ma ott a szélső kettővel is mentünk már, úgyhogy ez ma a negyedik. Ja, fél, ja. Én is itt vagyok közben. Ja, itt van Zoli. Ja, meg Zoli mögöttem, csak így már látszik. Igen, farossal mentünk. De ezen most kevesen vagyunk, úgyhogy most ez jó ez a harmonika ajtós. Csak mi vagyunk itt, hát négyen. Azt mondták, Gálymegy kellett menni most. Akkor mi most ezzel megyünk? Miért nem? Ezzel még ma nem mentünk egy méter sem. Ezzel még nem is mentünk. Malévossal meg pláne mentünk azt, amit. Hát malévossal nem sűrűn utazhatsz. Hogy hát most ki kell használni a lehetőséget. Hát,
meg, és már megyünk is. Jó kis beledegős ajtócsengő. Svájci. Szerviszeset nem látok. Az van. Na azt nézzük, hogy a travel service nincs. Amivel én mentem a busztusba. Ez már egy komolyabb.
valami is 760-es, szerintem az még csak 747-es. 760-esnek már 4 hajtóművé van. A kifutópályára. Felgyorsulunk a felszállási sebességre, aztán csak. Ez repülő Ikarusz. Miért ne? Most mondja az Ikarusz, hogy mindig is repülő akartam lenni. Ott van az egyik gurítódod a... Felszáll, csak kigurul a gurulóra. Onnan nem tud felszállni, az túl rövid. Vagy lehet, hogy nem is felszáll, csak arra lép át. Azt a mindenit. Ezen a busszal vált, ezzel hozzá ki a... Na tessék, ez egy 747-es. Vagy 737-es most így utáltól. Még biztos nem láttak, hogy ennyi bő. Meg hogy hova mennek arra, már nincs repülő. Még gépen rengeteg utas lehet, hogy ennyi busszal viszi. A 6 busz. Ez életem legszebb napja. Hát én ezt nem gondoltam volna, hogy tényleg képes vagyok. Ott meg ki egy vizet. Megint meg.
a rugózása. Ne lustulja nekem a lengészség a pítósak. Érkezik a többi is. Ja, és a kamerázok, menjünk a belesétált. Tényleg, hát most már egyszerűbb. Érkeznek a buszok. Közben most talált be az utolsó. Hát, a negyedik. Még lesz kettő. Igen. Kis fejlesztettünk mindenhát. Hát igen. Busza. Ott van már az utolsó előtt is. Felkapcsolt ködlámpáktól. Hát ez az. Ezt lesz, hogy is taggatom, hogy hát igen, hogy ez már a végállomás, itt vannak a buszok. Hát ennyi, csak közben már ide jöttünk a villamos megállóba, mert itt várjuk a villamos, de itt van az összes. Mind a hat. Ennyi, hát most. Na, nem baj, innen minden már úgy látszik. És elvileg onnan fog jönni majd egy villamos, azt mondom, tovább menni. Az jön a leghamarabb. Nem megyünk a Golevkigyes, onnan megmenjünk a koncertre. Úgyhogy innestől akkor már mindegy. Akkor ez a program így véget ért, meg ez a videó akkor itt ennyi. Na de, összegezzünk a lesz még, jó, na, mondasz valamit a mai napról? Közben itt van Zoli. Először is azt mondanám, még miközben itt a saját videómat teszem. Ja, miközben, igen, de nem. Azt, ami... És itt van. Az utolsó itt is volt. Majdnem neki ment egy golfasz autós, de... Igen, még időben. 396-os volt. Hogy... És itt vagyok, hát elvileg hamarosan jönni fog egy villamos is. Ja, és hozzátenném, hogy majdnem 1000 képet csináltam csak a mai nap. Hát legalább annyit én is csináltam, de én holnap még nem néztem meg. Holnap megyünk Miskolcra, az is. Ja. Igen, holnap lesz egy Miskolc, ma este még megyünk egy koncertre is. Úgyhogy... Durva ez a hír. Lesz itt. Hát így az utolsó napjában az évnek mindent be lehet sűríteni, ja. Az utolsó napjaiba. Legalább ezzel kárpótoltak engem a tapolcai nohabozás helyett, úgyhogy ez bőven jó volt. Egyébként az is volt, csak ilyen csökkentett kiadásban. Hát is egyébként csak így, mert elégesen egy van mutatói kivilágító. Ez a videó az nagyjából ennyi volt, hát köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok! Ez olyan Dielpest 2.0, nem? Hát ez az lehet is hosszabb. Akkor jó, akkor nem szóval. Azért mindig szépen nyikod annak itt a tátrák. Azt hiszik a végén, te vagy a kecs!